azt mondják az angol futballhoz értő kollégáim, hogy létezik egy olyan csapat, hogy West Ham United. Az viszont egészen biztos, hogy Wellington Paulista egy létező személy, és ő kerül ehhez az angol csapathoz. Egy olyan brazil csatáról van szó, aki az előző brazil bajnokságban 10 gólig jutott, úgyhogy remekül kezdte az idényt, aztán végül is a második fele a szezonnak nem sikerült a számára annyira jól. Egy kétlábas játékosról van szó, aki ballal és jobban nagyjából ugyanannyi gólt szokott elérni, emellett viszonylag jól is fejel. 2009-ben pedig annak a Cruzeirónak volt a tagja, amelyik Libertadores kupa döntőt játszott. Ebből az együttesből az angol futball szerelmesei és talán az összes európai futball kedvelő nagyon jól ismer egy embert, Ramirezt, vele voltak csapattársak. Wellington Paulistától a fizikai felépítése miatt talán Angliában is sokat remélhetnek. A nagy kérdés az, hogy a beilleszkedés sikerül-e számára. Élő légiósként egyébként egy rövid időt már eltöltött Spanyolországban, de akkor nem tudta igazán megállni a helyét. Hazájában nem számít igazán nagy sztárnak, de hogyha abba belegondolunk, hogy hány olyan futballista futott be komoly karriert Európában, akit Brazíliában nem ismertek igazán el, akkor ez nem jelent előzetesen semmit, mert például ott van az Atletico Madridban Diego Costa, aki most már Falcaónak rendszeresen égtársa, őt hazájában szinte egyáltalán nem ismerik, de lehetne tovább sorolni a neveket. Szóval Wellington Paulista akár még be is jöhet a West Ham számára, mint az igazolás.